Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát látják. Tartsanak velünk! Ismerd meg az érzést, amikor egy sima utazásból első osztályú kaland lesz. Gondolkozz nagyobban az új Fiat Tipo családdal. Tipo Sport, személyiség. Tipo Mirror, technológia. Tipo Street, stílus. 5 év garanciával már 3.590.000 forinttól. Az úrnak Tipója van. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Újabb drogfogás tompán most egy cseh férfi próbálkozott a csempészettel. A halasi birkózó sport nagy ünnepe, felavatták az önálló edzőhelyet a sportpálya mellett. Itt voltak a legöregebb, ám működőképes gépek, több százan látogattak ki a veterán kiállításra és bőrzére. Kísérletek játékosan, nagy siker volt a kutatók éjszakája a Sziládiban. Köszöntöm Önöket, a Halas Televízió hétfői hír összefoglalóját látják, tartsanak velünk. Közel 100 év után most először kapott önálló edzőhelyet a halasi birkózó sport. A 61 millió forintos létesítményt ma délben adták át. A modern, jól felszerelt csarnok Dósa István testnevelő és edző nevét kapta. A létesítmény az edzések mellett edzőtáboroknak, de akár kisebb versenyeknek is otthont adhat. Valóra vált egy álom, önálló birkózó csarnokot kaptak a halasi farkasok. A Magyar Birkózó Szövetség segítségével épülhetett fel a modern edzőterem a Bundzsák Dezső Sportközpont területén. Ez egy óriási előrelépés, ami új lehetőségeket nyit meg a helyi birkózósport életében, mondta köszöntő beszédében Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke. A Magyar Birkózó Szövetség támogatásával 61 millió forintból megépült csarnok minden szempontból megfelel a 21. század követelményeinek. Így méltó, inspiráló környezetben sportolhatnak birkózóink a jövőben. Köszönet illeti Kiskunhalas önkormányzatát, a városvezetést, azért az anyagi és erkölcsi támogatásért, amelyet a csarnok tervezése és megépítése során nyújtott. A fejlesztéseknek azonban még nincs vége, a felújítás második üteme 29 millió forintos támogatói döntés értelmében még ránk vár az elkövetkezendőkben. Fülöp Róbert halas polgármestere az ünnepségen ajándékkal fejezte ki köszönetét Németh Szilárdnak, a szövetség elnöke pedig az olimpiai aranyérmes birkózók fotóit hozta el. A képek az új létesítményt díszíthetik és inspirálhatják az itt edző fiatalokat. Szűcs Csaba a polgármester beszédében azt hangsúlyozta, milyen örömet jelent, hogy most már saját bázisa van Halason a sportágnak. Közel 100 éve van Halason birkózás, de soha nem volt egy saját helyünk. Nagyon jól visszaemléksz, amikor alpolgármester lettem, és a Csapi Anti megkeresett, hogy segítsem a munkájukat, hiszen egy pár négyzetméteres helyiségben birkóznak, és onnan indultunk el. Majd utána elnök úrnak, főtitkár úrnak és a szövetségnek köszönhetően kaptunk egy 5 millió forintos támogatást, amiből már egy sokkal jobb körülmények közé tudtunk költözni, de az sem volt az igazi. Amit a hátam mögött látnak, na ez már egy igazi birkózócsarnok. A legendás sportolóról, testnevelőről és birkózó edzőről, Dósa Istvánról nevezték el a csarnokot. A család nevében Dósa Hedvig mondott köszönetet. Külön öröm számunkra, hogy a kiskunhalasi birkózó sport az őt megillető körülmények között fejlődhet tovább. Kívánjuk, hogy ez a nagyszerű létesítmény tanulja legyen a kemény munkának, a sikereknek, és járuljon hozzá, hogy városunk sportolói ne csak Kiskunhalason, hanem országos és nemzetközi szinten is letegyék névjegyüket. A szalagátvágást követően a vendégek, az egykori halasi birkózók és a fiatal sportolók is szemügyre vették a profi szőnyegekkel, edzőgépekkel felszerelt csarnokot. Használjátok egészséggel, még versenyt is lehet rendezni, ha
Egy kis versenyt, nem? Egy kis térségi versenyt. Kis találkozókat, edzőtábor csinálni. A csarnok névadója Dósa István is örömmel nézett szét a birkózók új bázisán. Végtelenül boldog vagyok, hogy évszázados, majdnem évszázados álmaink sikerült megvalósítani. Igaz, hogy ehhez már nem sok közöm van, de az eddig eljutott időhöz bizony nagyon sokat kellett birkózni. Több mint 50 évig foglalkoztam a birkózással, és addig nagyon sok mindenen mentünk keresztül. A birkózó csarnoknál még hátra van az öltözők felújítása, sőt már távolabbi tervek is vannak, szeretnék majd a csarnok tetőterét is beépíteni. Fülöp Róbert polgármester szerint dinamikusan fejlődnek a város sportszínterei. Nagyon örülök annak, hogy végül is ezek a törekvéseink sikerrel jártak és megvalósulhatott, és a mai napon átadásra került a kiskunhalasi birkózó csarnok. Az elmúlt években nem tudtunk megfelelő helyet biztosítani a birkózóink számára, és ők a szövetséghez fordultak segítségért, melyet meg is kaptunk, és ennek keretében tudtuk megvalósítani ezt a csarnokot. Úgyhogy hálásak vagyunk a szövetségnek a segítségért. A Bundzsák Dezső Sportközpont területén a birkózó csarnokot újabb beruházások követik, hiszen megkezdődik a táncház építése, és pályázik a város egy görparkra is. Szombaton rendezte meg a kiskunhalasi birkózó klub a hagyományos megméretését, a Halas kupát. A Dékáni Árpád sportcsarnokban az ország minden részéből érkeztek versenyzők. A nevezések szerint ezen a napon 168 utánpótlás sportoló állt a szőnyegre. A megjelent birkózókat és edzőket Fülöp Róbert kiskunhalas polgármestere köszöntötte. Három szőnyegen zajlottak a küzdelmek, melyeken szép halasi sikerek születtek, a halasi farkasok több érmet is szereztek. További részletek a rangos versenyről a holnap esti sportmagazinban. Újabb drogfogás Tompán. A NAV munkatársai egy autóban mintegy 2 kg kábítószer előállítására alkalmas anyagot találtak. Ugyanitt néhány napja egy belga nő bukott le egy drogszállítmánnyal. A pénzügyi őrök egy cseh férfi autóját ellenőrizték, a sofőr és utasa nem jelentett be vámköteles árut, de a NAV munkatársai mégis a jármű átvizsgálása mellett döntöttek. Gyanújuk beigazolódott, a podgyászokban lévő kabátok ujjaiba rejtve összesen 1891 g nejlonzacskóba csomagolt piros színű tablettát találtak. A gyógyszerek a papírok szerint Szerbiában forgalmazott, azonban Magyarországon nem engedélyezett kábítószer előállítására alkalmas készítmények. A NAV munkatársai a mintegy 2 kg úgynevezett kábítószer prekurzor miatt feljelentést tettek a rendőrségen. Állatkínzás miatt kell felelnie a bíróság előtt annak a balotaszállási nőnek, aki az autója után kötötte a kutyáját. Az esetről egy szemtanú videófelvételt is készített és riasztotta a rendőrséget. A járőrök a megadott helyre mentek, azonban a kutya időközben elpusztult, a tetemét az elkövető elásta. Az autó vezetőjét, a 68 éves nőt a rendőrök előállították, akkor még állatkínzás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult meg az eljárás. A kirendelt szakértő azt állapította meg, hogy a kutya azért pusztult el, mert az asszony cselekménye különös szenvedést okozott háziállatának, így a szakértői vélemény alapján módosították a gyanúsítást, és a nő cselekményét vétségről állatkínzás büntettére minősítették. Korábban több állatvédő szervezet is demonstrációt tartott a halasi bíróság előtt, példás büntetést követelve az állatkínzó számára. A jelenleg szabadlábon védekező gyanúsított ügyében a halasi kapitányság munkatársai az iratokat vádemelési javaslattal átadták az illetékes járási ügyészségnek. Gondatlanságból elkövetett emberölés vétség miatt indult büntetőeljárás egy 27 éves János Halmi nővel szemben. Az indoklás szerint még március 5-én a 7 éves gyermekét felügyelet nélkül elengedte az utcában lakó nagymamához. A gyerek felügyeletéről ezt követően nem gondoskodott, és a nagyszülőt az érkezésről nem tájékoztatta. A gyerekre feltehetően játék közben a képen hamarosan látható kerítésnek támasztott 23 kg súlyú fából készült ágybetét is rádölt. Az orvosi ellátás ellenére meghalt a fiú. A nyomozást követően az ügyészségre kerültek a nyomozati anyagok. Ilyet ritkán látni, öreg traktorok, stabil motorok pöfékeltek és gőzgép hajtással csípeltek. Az ország több pontjáról érkeztek vendégek a kiskunhalasi veterán traktorok és motorok találkozójára, illetve bőrzéjére. A gépek mellett még egy ökrök vontatta fogat is begördült a találkozóra.
Beindították az üreg masinákat, 12. alkalommal rendezték meg Halason a veterán traktorok és motorok találkozóját. Az Agrár Géptörténeti Egyesület Undi Dezső és fia emlékére szervezi meg évről évre ezt a programot, mivel ők sokat tettek azért, hogy ezek az eszközök fennmaradhassanak az utókornak. Az országban a Halasi az egyik legjelentősebb veterán traktoros és stabil motoros találkozó. Ettől nagyobb kiállítás szokott még lenni Mezőkövesden a Gépmúzeumban. Hát utána majdnem, hogy ez is az első három között az itt van a Kiskunhalas. Csatári Sándor és barátai hívó szavára az egész ország területéről jöttek résztvevők és érdeklődők. Rendszeresen a hosszú évek óta jövök, ide mindig el kell jönni, mert annyira baráti a légkör, illetve minden gyűjtő itt összefut, és a péntek este az különösen kiemelkedő hangulat, baráti hangulatba telik, úgyhogy itt feltétlen ajánlom, javaslom mindenkinek a részvételt, aki kedvelő. Nagyon színvonalas rendezvény, nagyon családias, úgyhogy nagyon szeretünk jönni Halasra. Mi Szekszárdról jöttünk egyébként. De hát az ország minden részéről megtalálhatok itt. Somogy megyéből járok ide. Hát kicsit hosszú az út, de mindig megéri. Nagyon szeretem ezt csinálni kollégákkal együtt. Főleg itt annyira eredeti minden. A gőzgép, a cséplőgép és az egész mechanizmus, ami a csépléssel történik, hogy leköt, lekötelez, és nagyon nagy élmény számomra. Ebből építkezek a téli esték alatt. A találkozón nem csak a mezőgazdasági gépek képviseltették magukat. Az öreg traktorok és a stabil motorok mellett voltak veterán autók és motorok. Meg lehetett nézni a daráló gyűjteményt, de a bőrzének is nagy volt a kínálata. A nap fő eseménye a gőzgéphajtású cséplés volt, mely jól érzékeltette, hogy hajdalán milyen nehéz volt a mezőgazdasági munka, és hogy napjainkra mekkorát fejlődött a technika. Mire a gőzgépben megfelelő nyomás keletkezett, megérkezett az ökrök vontatta fogat is. A találkozók történetében most először szállították ilyen látványos módon a cséplésre váró búzakévéket. Nem csoda, hogy sokan kíváncsiak voltak erre a folyamatra, hiszen ilyet ma már nem igen látni. Egy gőzgéppel hajtassuk, ez nem annyira öregető, öregebbek is vannak. Ez 1920-as évekből való a gőzgép, de csépülőgép is. Annak a korosztályé, és itt próbáljuk bemutatni azt, hogy csépültek régen, hogy lőtt ebbi gabona, hogy lőtt ez a malomba víve, és utána bemutató a darálás, a malomörlés, a lisztévállás. Egy csépülőgépet valamikor 22 ember szolgált ki, manapság egy modern kombányt egy ember szolgál ki, úgyhogy van különbség.25 tanteremben zajlottak egyszerre programok pénteken késő este a Szilády Áron gimnáziumban. A kutatók éjszakáján a felnőttek és a középiskolások mellett ezúttal sok általános iskolás is részt vett, de óvodásokat is lehetett látni az érdeklődők között. Mint a helyszínen elhangzott, ilyen játékos formában sokkal könnyebb a diákokkal megkedveltetni a különböző tantárgyakat, mint a hagyományos oktatási módszerekkel. Ebből az igolyából pedig csinálok színtelen oldatot. Érdekesebbnél érdekesebb kísérletek és helyszínek várták a gyermekeket és felnőtteket az idei kutatók éjszakáján a Szilády Áron Református Gimnáziumban. A szervezők igyekeztek úgy összeállítani a tematikát, hogy mindenki találjon kedvére való látványosságokat. 25 helyszínen vártuk a gyerekeket, mindenütt a tudománnyal ismerkedtek, természettudománnyal, nyelvekkel, magyar nyelv és irodalommal és sok egyéb érdekes programmal. Én kémia és fizika szakos vagyok, így kémia és fizika kísérleteket hoztam, trükkös fizikával, kémiával kapcsolatosak. Tetszett a gyerekeknek, remélem, hogy élményekkel mentek haza. Nézd meg, hogy mit rajzoltál? Az este során sokan helyet foglaltak a kémia laborok kísérleti állomásainál. Nem csak nézni lehetett a folyamatokat, a legbátrabbak maguk is kísérletezhettek. Papírra ilyen beszínezett citromlét kellett rajzolni valamit vele, és ilyen lángfelet meg kellett szárítani, meg még csináltunk olyat, hogy ilyen átlátszó golyókat ilyen vízbe bele kellett dobni, és így nem látszottak. Meg kettő üveg közé ilyen gyufát raktak, és raktunk alá ilyen piros folyadékot, és így feljött a kettő üveg között. Nekem nagyon tetszett, és szerintem jövőre is el fogok jönni. A gimnázium könyvtára is a helyszínek között szerepelt. Az itteni feladatok megoldásához sok-sok gondolkodásra volt szükség.
minden évben egy olyan lehetőséget keresek, és egy olyan programot keresek, ami megállítja a nagy rohanásba az ide belátogatókat. Idén ez a szudokura esett, ez a választás. Meglepő, hogy vannak, akik találkoztak vele, és egyből úgy nyúlnak bele a kitöltésbe, hogy haladnak, és élvezik is ezt a feladatot. És ami igazán izgalmas és szép ebben, hogy a könyvtárat is használják, mert egyből van, aki mesekönyvet kér, van, aki egy bibliát kért a mai nap folyamán, és ami nagyon szép, hogy a nővér egyből olvasott a húgának, mert hogy ő még nem tud olvasni, és ez így összegészében egy annyira kellemes élmény feltöltődő így péntek délután este, hogy az majdnem a szóba nem foglalható. Az utóbbi években a kutatók éjszakája igazi családi programmá nőtte ki magát városunkban. Gyermekek és szüleik közösen keresték fel a különböző tantermeket. Mi a gyerekekkel jöttünk igazából meghívásra, de nem bántuk meg egy percig se. Nagyon élvezetes. Élveztük a kémiát, megtanultunk citromlével rajzolni, vasalóval előhívni. Ez a cipész történelem is nagyon érdekes volt, meg hát az összes többi. Rengeteg gyerek szaladozik, és azért ide valljuk be az őszintét, nem mindig jut be az ember, és nem lát ilyeneket. Volt egyszer ugye a kalózok kincses láda, ahol ilyen kis pénzemét lehetett csinálni, de ami a legjobban tetszett, az a trónok harcás kvíz volt, mert azt megnyertük. Miért döntöttek úgy, hogy eljönnek ide ma este és körbenézik a gimnáziumot? Tavaly is voltunk, idén is eljöttünk, már jó programok vannak, jó fejlesztő kvízek, meg jól érezzük magunkat. Híradónk végén most röviden összefoglaljuk a legfontosabbakat. Újabb drogfogás tompán, most egy cseh férfi próbálkozott a csempészettel. A halasi birkózó sport nagy ünnepe, felavatták az önálló edzőhelyet a sportpálya mellett. Itt voltak a legöregebb, ám működőképes gépek, több százan látogattak ki a veterán kiállításra és bőrzére. Kísérletek játékosan, nagy siker volt a kutatók éjszakája a Sziládiban. Kedves nézőink, rögtön jön az időjárás előrejelzés, majd a napi mozaikban a Boban Markovics Orkesztár halasi koncertjéről mutatunk be egy 8 perces részletet. 7:30 kezdődik a választási műsorunk, most a 6-os választókerület két képviselő jelöltje lesz itt a stúdióban. Ők mutatkoznak be, valamint elmondják programjukat. Hamarosan, tehát ezzel folytatjuk, most búcsúzom, viszontlátásra!